Egy toldalék épületet alakítanak ki a református parókián, ezzel egy új szobával bővül a ház. Ott jártunkkor a födén betonozás zajlott. A munkálatok tél közepén kezdődtek, a kivitelező szerint május végére végeznek a korszerűsítéssel. Ez egy komplett felújítás, ami tartalmazza a korszerűsítést, gépészet, villany, alapszereléseket és ennek a kiegészítő munkáit, az épület vízelleni védelmét, szigetelését, külső hőszigetelést, felső födémszigetelést, tetőrendberakást. Belül a nyílászárók és a vízes blokkok is megújulnak. A parókia felújítását az állam közel 40 millió forinttal támogatta. Bruttó 70 millió forintos költségvetéssel számolunk, és ugye a támogatás miatt ez közbeszerzés köteles volt, és folyamatos kontrolling kell a fejlesztés megvalósításában, ezért vagyok én itt. Az önerőt a helyi református gyülekezet biztosítja, mondta el Krizmanics István. A projektmenedzser adakozásra buzdította a híveket, hiszen a Bauhaus stílusú épület korszerűsítése közös érdek. A parókia 1934-ben épült, azóta nem újították fel még gépészetileg sem. A falak felvizesedtek, penészedtek, könyveink, nem lehetett itt élni, illetve a padló az szét volt rohadva, már a parketta teljesen, a homokot meg lehetett fogni, a ház szigetelése az nagyon rossz volt, nedvesedett, úgyhogy szükséges volt megcsinálni, szintén felülről is elvégezni, mert amikor nagy esők voltak, akkor fentről is ázott. Az épületben most nem laknak. A munkálatok miatt a lelkész család albérletben él addig, amíg beköltözhetővé válik a parókia.